miniszterelnök jelölt asszony pozícionáljuk a pártot. Ugye az LMP zöld pártból centralista párt lett, ez igazából mit jelent? Alapvetően egy tapotat sem mozdultunk, sem erre sem, amikor megalapítottuk a pártot, akkor mindig is egy olyan önálló alternatívában gondolkodtunk, amely szakítani képes azokkal a rossz beidegződésekkel, amik így az elmúlt 27 évben megcsontosodtak nálunk. Nagyon sokunk számára ez a rendszerváltás óta eltelt időszak, ez egy olyan ködös, homályos, mocsaras időszak, amiben nagyon sok mindent ígértek nekünk, és nagyon kevés dolog teljesült belőle. És amikor megvizsgáljuk, hogy mi az oka annak, hogy ez így sült el ez az időszak, alapvetően azt látom, hogy nagyon sok politikus magával és a hatalmával kezdett el foglalkozni, és nem a választópolgárokkal és nem az országgal. Amikor azt mondjuk, hogy egy új rendszerváltásra van szükség, akkor nem csak arra gondolunk, hogy máshogy kell állni a gazdaságpolitikához, az oktatáshoz, az egészségügyhöz, hanem arra is gondolunk, hogy olyan politikusokra van szükség, akik nem tévesztik szemük elől azt, hogy mi az igazi feladatok ebben a szakmában. Ugye ebben a helyzetben az LMP-nek van egy programja, a Megújuló Magyarországért program. Ezt röviden hogy lehetne érthetővé tenni a nézők számára? Magyarországon szinte minden megújításra szorul. Nyilván tekintettel kell lenni arra, hogy úgy lehet forradalmi változásokat véghez vinni egy adott a rendszerben, legyen az oktatás vagy egészségügy, vagy akik működtetik ezt a rendszert, ők nem rokhannak bele. Ezért nagyon fontos azt elmondanom, hogy amikor például tanárokkal konzultálok arról, hogy nálunk az oktatási rendszer hogyan fog működni, akkor mi mindig figyelembe vesztük azt, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mi a helyes tempó, mi a helyes sebesség, hogy át akarunk alakítani egy rendszert. Mert mi elég rendesen át akarjuk alakítani. Ha három fontos dolgot kell mondanom, az a bérválságból való kivezetés. Magyarországon ma nagyon rossz bérekért dolgozunk, és én azt gondolom, hogy ez az első, ami változtatnunk kell. Már két évvel ezelőtt egy költségvetési módosító formájában benyújtottunk egy 1440 milliárdos átrendezést, ami nagyon sok olyan helyzetet megkönnyített volna, amelyben úgy szokták mondani, hogy ég a ház. Nem volt béremelés ugye a közszférában, akik most az egészségügyben dolgoznak, ihbérekért dolgoznak, ugye szakápolókra gondolok. Ott van például a fiatal vállalkozások, akik indulnának és nem tudnak elindulni, mert megfojtják őket a különböző terhek. De ott vannak például a szociális szférának a dolgozói, akik az egész nemzetgazdaság legrosszabbul fizetett dolgozói. Én alapvetően azt látom, hogy ezeken a területeken kell elindulnunk, és meg kell adnunk azokat a béreket, amelyeket ezek az emberek most már sokszor sztrájk formájában és tüntetéseken követelnek. És két olyan területet kell említenem, ami a 21. században elsődleges fontosságú kell, hogy legyen, az oktatás és az egészségügy. Magyarország 20 év múlva olyan lesz, amilyen most az oktatási rendszerünk. Semmi pénzt nem sajnálnánk az oktatástól. 100 költségvetési forintból 20-at azért adnánk az oktatásnak, mert egyrészt látjuk azt, hogy a pénz keservesen hiányzik ebből a szférából, de van még itt több tennivaló, új nemzeti alaptanterve van szükség. Arra van szükség, hogy a tanárok nagyobb önállóságot kapjanak, szóval ott is gyökeresen át kell alakítani azt a rendszert, amiben most mozgunk, de ezt úgy kell tenni, hogy a sebesség az megfelelő legyen az ott dolgozó tanároknak. Az egészségügyel kapcsolatban úgy szoktam mondani, hogy egy működő egészségügyre van szükségünk. Ez szintén jelent forrásbevonást, mert ezt a rendszert is kivéreztették, de nálunk a prevenció, vagyis a megelőzés az nagyon fontos terület lenne, ugyanis ez közhelyszerű, de a lényeg az, hogy könnyebb egy betegséget megelőzni, mint utána meggyógyítani. És amikor én a vidéket járom, és például szőlőtermelőkkel konzultálok, én mindig azt mondom, hogy Magyarországon már magában a vidékben is rengeteg olyan lehetőség van, ami segíthetne a magyar embereknek abban, hogy kvázi ne váljunk betegé. Például a táplálkozás. Ha jó minőségű élelmiszer, gyümölcs, zöldséget tudunk az asztalra tenni, kisebb eséllyel leszünk betegek. Ha egy olyan munkatörvénykönyvünk van, ami védi a munkavállalóknak a jogait és segít nekünk a munkaerőpiacon, kevésbé vagyunk a stressznek kitéve, kevésbé leszünk betegek. Szóval bármi, amit mi kezdeményezünk az országban, a megújuló Magyarországon átalakításként, az arra megy ki, hogy mi magyar emberek egy élhetőbb országban éljünk, és olyan változások vegyenek minket körbe, amelyek minket szolgálnak. És ez egy nagyon fontos szakítás az eddigi 27 évnek a politikájával, ahol mindig ilyen kényszerű kompromisszumok, korrupciós mechanizmusok kötötték gúzsba a politikusokat, és az a helyzet, hogy mi ezekkel az erőkkel nem is nagyon tudunk mit kezdeni, mert egy adott helyzetre annyira máshogy reagál egy abban az időben edződött politikus, mint egy új generációs politikus, hogy köztünk óhatatlanul van egy olyan törésvonal, amit nem is akarunk átlépni annak érdekében, hogy Magyarország tényleg megújulni tudjon, és nem pedig visszarendeződni. A miből kérdésre hogyan tudnának választ adni, tehát akár az adórendszer megváltoztatása, átrendezése, akár a nyugdíjrendszer átrendezése, hogy a munkából, bérből, fizetésből élők hát egy kicsivel többet kapjanak a hó végén, illetve a nyugdíjasok is egy kicsit jobban érezzék magukat, több legyen a nyugdíjuk.
szégyen az, ami a nyugdíjasokkal történik itt már hosszú ideje. Nagyon sok olyan javaslatunk van, egy komplett csomagot fejlesztettünk is. Munk Erzsébet képviselőtársam volt az, aki ezt a feladatot fölvállalta és leegyeztette szervezetekkel is, hogy egy komplett csomagban tudnánk a nyugdíjasokat ahhoz segíteni, hogy több legyen a nyugdíjuk. Alap az, hogy a kormányzat ugye arra használja a nyugdíjasokat, hogy mindig az utolsó percben próbál adni nekik kisebb pénzeket. Mi az egész nyugdíjrendszert változtatnánk meg. Nálunk például alap az, hogy ha a gazdaság jobban megy, mondhatjuk úgy, hogy emelkednek a reálbérek, akkor emelkedjenek vele a nyugdíjak is. De alap az is, hogy ha valamit egy életen keresztül nyugdíj célra beadunk a közösbe, és mi abból azt várjuk, hogy időskorunkban abból nyugdíjunk legyen, azt pántlikázzuk meg, és azt ne lehessen másra elkölteni. És a nyugdíjminimum, tehát azt nem lehet ilyen alacsonyan tartani, 50 ezer forintra itt és most meg kell emelni. És ez azért is fontos, mert az egész szociális rendszerünkben nagyon sok minden a nyugdíjminimumhoz kötődik. Tehát ez azt is jelenteni, hogy mindenki, aki rászorul, automatikusan többet tudna kapni, hiszen nagyon sok mindent ehhez a bizonyos nyugdíjminimumhoz kötnek. Arra a kérdésre is szeretnék válaszolni egészen pontosan, hogy miből finanszíroznánk ezt. De mi vagyunk az a frakció, aki évről évre alternatív költségvetést készítettünk, ami azt jelenti, hogy a mi szakértőink segítségével kidolgoztuk azt, hogy a most rendelkezésre álló forrásokat hogyan költenénk el az adófizetők érdekében. 2300 milliárd forintot átcsoportosítanánk olyan kiadásokról, amik vagy fölöslegesek, vagy bizonyos embereknek a gazdagodását szolgálják, vagy kifejezetten ilyen hiúsági költések, tehát miniszterelnök a várba költözik. Szóval ezeket a dolgokat mi felszámolnánk, és ez az egybe menne a bérekre, oktatásra, egészségügybe, vagy például kis utaknak a javítására, tehát nem strádaépítésekben gondolkodunk, hanem például az, hogy a falvakat egymással összekötő utakat olyan minőségűre tudjuk hozni, hogy azon lehessen közlekedni, és ne szakadjanak le kis települések a közös térségből, vagy a közösségi közlekedésből. Ezek mind olyan fontosak, ezek a kérdések mind azért fontosak, mert Magyarországon én alapvetően azt látom, hogy mindent meg kell tudnunk változtatni annak érdekében, a pénzeink elköltésével kapcsolatban, annak érdekében, hogy végre az emberek gazdagodjanak a közösből, és ne pedig az embereknek egy jól meghatározható csoportja. Szóval ez a 2300 milliárd forint, amit mi átrendeznénk, ez csupa fölösleges hiúsági kiadásból menne át olyan célokra, ami a mindennapjaink számára fontosak. Mert mik a mindennapi problémák? A rossz bérek, az, hogy nem működnek jól a kórházak, ha betegek vagyunk, akkor nem kapunk megfelelő ellátások esetben, vagy mondjuk úgy, hogy az irányítószámtól függ, hogy hogy járunk, jól járunk, vagy kevésbé jól járunk. Az oktatással kapcsolatban meg egy olyan rendszert sikerült most felépíteni, ami nem jó se a diáknak, se a szülőnek, se a tanárnak. A vállalkozásokkal kapcsolatban csak kis és középvállalkozásoknak a terheit csökkenteni akár, vagy éppen az áfát, hiszen nagyon magas az áfa, ugye európai szinten mérve is nagyon magas áfát fizetünk, az is egyfajta adó, nem hiszen mindenen otthon ugye az áfa, hogy ebben látnak-e valamilyen változási lehetőséget. Nekünk a kis és középvállalkozások lennének a stratégiai partnereink, tehát szakítanánk azzal a szocialisták és a Fidesz által űzött gyakorlattal, hogy folyamatosan a külföldi működőtőkének úgymond bevonzásán látják a megoldást, amit ugye úgy tudnak kiszolgálni, hogy alacsony béreken kínálják a magyar munkavállalókat ezeknek a cégeknek. Nekünk azért is fontos az oktatás, mert ezzel tudnánk olyan jó szakképzettséget adni a magyar embereknek, meg olyan tudást, minőségi tudást adni a magyar embereknek, amik azt eredményeznék, hogy ezeknek a multinacionális cégeknek nem azok a munkafolyamatai jönnek be Magyarországra, amik úgymond összeszerelő üzemet hoznak létre, hanem amely például a kutatást és fejlesztést, vagy az innovációt tűzik ki célul. Ugyanis ezeknek a munkafázisoknak is kell egy hely, ahol ezeket el tudják végezni, el tudják látni. Mi azt szeretnénk, hogyha Közép-Kelet-Európának Magyarország lenne az innovációs központja. Közhelyszerű, de továbbra is igaz, hogy a magyar emberek nagyon felkészültek, és nemzetközi versenyben is megálljuk a helyünket. Rengeteget dolgozunk, szorgalmasak vagyunk, és nem félünk az iskolapadtól sem. Csak hogy ebben segíteni kell az embereknek. Az adórendszerünk az több kulcsos lenne, szakítanánk az egy kulcsos adórendszerrel, 0, 12 és 24%-os kulcsokkal dolgoznánk, ami azt jelenti, hogy ha most valaki minimálbért keres, 24 ezer forinttal többet vinne haza, mint a mostani rendszerben. Aki átlagbéren van, az kb. 37 ezer forinttal, és mindenki jól járna, aki az átlagbér kétszeresét keresi. Aki a fölött keres, az azért járna jól, mert nem egy munkaerőhiányos gazdaságban kellene léteznie. Tehát magyarul, hogyha kórházra szorul, lenne ott orvos ápoló, ha bemegy a pékhez, akkor kiszolgálnák, mert van munkaerő, és egyetlen egy virágzó ország lenne, mert hogy lennének jó bérek.
Az áfa szintet mi azokon a területeken szeretnénk mindenképpen csökkenteni, amely például a közvetlen fogyasztást szorgalmazza, tehát például a friss élelmiszerek, a zöldségek, a gyümölcsök, de akár az épületfelújításnak is az áfája, az csökkenne a mi értelmezésünkben, ugyanis ez egy nagyon nagy probléma, hogy nem feltétlenül az új épületeknek a felhúzásában kell gondolkodni, hanem a meglévő állománynak a felújításában. Sokkal több embert érint ez a probléma. 2,6 millió magyar ember él olyan lakásban, amely penészes, korhat, rossz állapotú, nincs pénzük arra, hogy újat vegyenek, és én szeretném, hogyha ezek az embereknek olyan lakhatási körülményei lennének, amik megfelelnek annak a higiénés szintnek, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy alap kell, hogy legyen. Miniszterelnök jelöltként járja az országot, ugye látja közéleti állapotokat, a közügyeket, és úgy tűnik, hogy az átlag ember a közügyektől, a közélettől azért egy bizonyos szinten távol maradt. Tehát a különböző fórumokon nem túl sokan jelennek meg, illetve hát beleszólásuk a közügyekbe hát nagyon minimális. Hogyan szeretnének ezen változtatni? Alapvetően maga az a tény, hogy a lehetmes a politika dolgozik, és hát ugye éveket töltöttünk most ellenzéki pozícióban, de most úgy döntöttünk, hogy, és ez a miniszterelnöki jelölés, ez erről szól, hogy készek vagyunk arra, hogy átvegyük a kormányzást. Ez önmagában úgy látom, hogy pezsdítően hatott több helyen a politikával való foglalkozásra. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan belefáradtunk már abba, hogy ugyanazt a típusú politikusi szövegelést kell hallgatnunk éveken, évtizedeken keresztül, amelyek utána nem követnek tettek, vagy ha követnek tettek, azoknak egy nagy részét nem köszönjük meg. És én azt látom, hogy hiteles politikusokra van szükség, és büszke vagyok rá, hogy egy olyan pártban dolgozom, ahol a politikusok az ország érdekeit tartják szem előtt, és hát nézzék meg a frakciónkat is, ilyen kis frakcióval álltunk helyt a Magyarországgyűlésben, és a legaktívabbak vagyunk számos területen, éjjel-nappal átéve dolgozunk, és ezt úgy látom, hogy értékelik a választópolgárok. Legalábbis ugye azért gondolom ezt, mert most már voltam több helyen, vendégül láttak minket Egerben, de ellátogattunk Miskolcra, voltunk Győrben, mai napomat itt töltöm szintén a megyében, Sopronban fogok egy fórumot tartani, de a lényeg az, hogy teltházas fórumaink vannak. Méghozzá olyan szinten teltházasak, hogy igazából még egy kicsit alulméretezettek is a termék, úgy vesztük észre. Tehát nekem beigazolódott az intuícióm, vagy az, amit úgy láttam, érzékeltem így az utcákat járva, akár vidéken, akár Budapesten, hogy kerestek az emberek, és egyre többen kerestek. Amikor ott álltam buszpályaudvarokon, vagy vasútállomások előtt, vagy akár a főtéren, nagyon sokan jöttek oda hozzám, és mondták, hogy hát ők nem elégedettek a Fidesztel, de úgy nem nagyon látják az alternatívát. A mi mostani kampányunk az arról is szól, hogy szeretnénk megmutatni az embereknek, hogy abszolút van kihívója Orbán Viktornak és az ő általa fémjelzett rendszernek, és szeretnénk, hogyha a magyar emberek nem otthon maradnának a következő időszakban, hanem eljönnének azokra a politikusi fórumokra, beszélgetésekre, akár vitákra, ahol egyszer rá vannak kényszerítve a politikusok arra, hogy őszintén beszéljenek azokról a kemény dolgokról, amiket ők akár terveznek az országgal, vagy amiket ők változtatnának. Úgyhogy ilyen szempontból fontos a mostani időszak. Én úgy látom, hogy nagyon sokan kerestek ebben az országban, egyre többen keresnek. A mi feladatunk az LMP-ben az mindesetre az, hogy azokat az embereket megszólítsuk, akik teljesen máshogy szerették itt a dolgokat csinálni. Maga az a teljesítmény, amit az elmúlt 7 évben letettünk az asztalra, az sokkal inkább arról szól, hogy mi hiteles erő vagyunk, akik szakértőkkel, szakemberekkel együtt dolgozva egy abszolút megvalósítható tervet, a széltervet és a megújuló Magyarország programját tettük le az asztalra, teljesen konkrétan. Egyébként mi vagyunk az a párt, aki soha nem csináltuk meg azt a csúfságot a magyar választópolgárokkal, hogy úgy kértünk felhatalmazást a választásokon, hogy nem volt programunk. Ez is egy komolytalanná teszi a rendszer, és gyakorlatilag leszoktatja az embereket a politizálásról, hogy egyszerűen nem tisztelik meg a választópolgárokat, pártok azzal, hogy elmondják azt a választások előtt, hogy mégis mire kérnek mandátumot. Máshogy kell megszólítani a fővárosban, illetve a nagyobb városokban élőket, mint mondjuk a vidéken élőket, akár a kisfalvokban élőket? Tehát van egy különbség? Ugye én egy vidéki lány vagyok, én 18 éves koromig Dunántúlon éltem, Pécsen, illetve Zalaegerszegen, ott érettségiztem, és utána költöztem Pestre az egyetem miatt, ott találtam meg a férjemet, és ezért lakom még most is ott. Úgyhogy az egész életem az arról szól, hogy vidék és Budapest között ugye ingáztam, családom egy része itt van, a másik része ott van. Én hogy úgy mondjam, nem abban gondolkodtam soha, hogy mi mások vagyunk, hanem inkább sokkal abban gondolkodtam, hogy ami probléma itt, az probléma ott is.
amit szeretünk itt, az ott is jól esik az embernek. Úgyhogy innentől elkezdve szerintem ezeket a fajta különbségtételeket azért érdemes zárójelbe tenni, mert hogy ez egyébként nagyon gyorsan változhat ez a helyzet, ahogy én is elkerültem egyik városból a másikba, az is megtörténhet. Hozzánk is a gimnáziumban jártak be kis falvakról osztálytársaim, amikor oda mentem hozzájuk, akkor sem volt köztünk az égvilágon semmi különbség, maximum az a mindennapoknak a ritmusa más esetleg, meg azok a foglalkozás, amikkel napközben csinálunk, de hogy alapvetően, hogyha arról beszélünk, hogy bérek, ha arról beszélünk, hogy a földeknek ugye állami tulajdonban kell maradni, mert különben az országnak nincsen, nem tudom, bárki lesz itt kormányon, nem lesz mozgástere. Ha azt mondjuk, hogy jó oktatásra van szükség, egészségügyre van szükség, azok ugyanezek a dolgok mindenhol, vidéken, városban, falvakban. Ami egy különbség van, az viszont politikai természetű, hogy azt látom, hogy nagyon sok embert félelemben tartanak, és megpróbálják meggátolni azt, hogy elmondja őszintén a véleményét kérdésekről. Ezt én nagyon szomorúan látom, mert egy elnyomó rendszernek a sajátossága az, hogy így viselkedik, és megpróbálja korlátozni az állampolgároknak a szabad véleménynyilvánítási jogát. Próbáltak lebeszélni embereket arról, hogy eljöjjenek az én fórumaimra, vagy akár szóba álljanak velem. Én azt tudom ígérni, hogy 2018 áprilisában nem csak kormányváltás, de rendszerváltás után ez alapvetően fog változni, mert hogy a mostani 7 év az nekünk arra is egyfajta tanulási lehetőség volt, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan semmiképpen nem szabad viszonyulni akár a saját ellenzékünkhöz sem. Hadd mondjak el még egy külföldi példát. Mondták, hogy beszélgettem egy külföldön élő magyarral, és mondta, hogy ott azt figyeltem meg, hogy ha valami fontos külföldi tárgyalás van, a kormány automatikusan viszi magával az ellenzéket, mert hogy nem akarja hazatérve azzal kezdeni, hogy meggyőzi a saját ellenzékét arról, hogy mi a nemzeti érdek, hanem akkor együtt tudják azt képviselni. És azt mondtam, hogy ez mennyire egy okos és jó rendszer, mert hogy nemzeti érdekeink igenis vannak. És ezekben a kérdésekben nem az a lényeg, hogy ki milyen pártban politizál, hanem sokkal inkább az a lényeg, hogy az ország maga jobban jöjjön ki egy adott helyzetből. Azt, hogy ki milyen szemlélettel látja világot, annak viszont van jelentősége, tehát az ideológiáknak van jelentősége. Mi például az LMP-ben teljesen biztos, hogy a családokat, kisközösségeket védeni fogjuk, és az is biztos, hogy a munkavállalókat fogjuk védeni a munkaerőpiacon, mert hogy felismertük azt, hogy egy munkavállaló meg egy munkáltató sosincs ugyanazon a szinten, mindig kiszolgáltatott a munkavállaló a munkáltatónak. Mindez, amit elmondott a csalódott embernek, aki már csalódott a jobb oldalba, a bal oldalba, a politikai közéletbe, annak ez megszólító, hívószó lehet? Vagy mit kell tenni azért, hogy a csalódott állampolgárt oda vigyék a fórumokra, és ne talán az urnákhoz, hogy szavazzon? Én nagyon sokszor láttam azt, hogy azért jöttek el emberek az én fórumomra, vagy azért jöttek el velem tüntetni, vagy kerestek fel e-mailben, mert egy hiteles politikust láttak. Tehát az a küzdelem, amit én ott a parlamentben csináltam, és akár a parlamenten kívül is, hiszen ugye nagyon sok bírósági tárgyalásra járok, próbálok ugye kiperelni különböző dokumentumokat. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a munkámnak egyik része az országgyűlésben zajlik, egy nagyobb része most már bíróságokon, egy része az Alkotmánybíróságon, másik része a Nemzeti Választási Bizottságnál, ugye a népszavazási kezdeményezéseknél. Tehát a lényeg az, hogy amikor látják azt az emberek, és én ezt tapasztaltam, hogy van, aki kiáll értük, az ő érdekeikért, és komolyan gondolja azt, amit csinál, ez vissza tudja hívni az embereket a közügyekkel való foglalkozásban, mert látnak arra reményt, hogy van ott valaki, aki pont úgy foglalkozik ezekkel a dolgokkal, ahogy foglalkozni kellene. És én azt remélem, hogy az LMP és az LMP-s politikusok egy ilyen reményt tudnak adni ennek az országnak. Most a 2018-as választásokon Gémesi György pártjával, az Új Kezdettel együtt fogunk indulni, tehát egy szövetségi konstrukcióban. Nagyon sokat tanultam már most is Gémesi Györgyék mozgalmától, pártjától. Ugye polgármesterekről van szó, településvezetőkről, kis településeken érték le sokan az egész életüket, és ahogy járom az országot és találkozom velük, én azt látom, hogy az LMP-be ők egy olyan, vagy az LMP mellé velünk a közös szövetségünkbe egy olyan értéket hoztak, amiről eddig is tudtuk, hogy igaz, hiszen ha megnézik a vidékfejlesztési programunkat, folyamatosan erről beszél. De náluk az ő esetükben gyakorlatban is látom, hogy kvázi az történik, amit mi a parlamentben mondtunk, beadtunk törvényjavaslatban, amiért küzdöttünk. Úgyhogy ilyen módon én azt gondolom, hogy a 2018-as választásokon ez a szövetség, ami jelenleg az LMP-ből és az Új Kezdetből áll, mindenképpen egy fontos hívószó lesz. Talán a nevünk is mutatja az Új Kezdet, meg a Lehet Más, így együtt, hogy Magyarország számára egy valódi alternatívát kínálunk. Más politikai erővel való együttműködés? Alapvetően azt látom, hogy most ebben a szövetségben gondolkodunk, de nyitottak vagyunk olyan emberek, közösségek, akár pártok irányába,
akik nem felelősek azért, amit az elmúlt 27 évben zajlott az országban. Ha létrejön egy ilyen új szövetség, akkor semmiképpen nem jelentheti ez azt, hogy a régi idők politikusai, ami hátunkon ugye át igazolnak a megújuló Magyarországnak a megvalósításába. Egyszerűen azért, mert kormányon nem fogunk tudni velük együtt dolgozni. Sokszor azt látom, hogy már a politikai reflexeik is teljesen mások, mint azoknak az embereknek vagy közösségeknek, akik azért jöttek létre, hogy máshogy csináljunk dolgokat, mint hogy ők csinálnak. És ki számít ebbe a kategóriába? Kik azok, akik nem? Nem akarok senkit megbántani, de ugye teljesen nyilvánvaló volt az, hogy ami az eddigi években is ugye az LMP-nek a sajátja volt, hogy nem tudtunk betagozódni egy olyan tengelybe, akik az elmúlt 27 évben kormányzati pozíciót viseltek, akik a parlamentben ott tartózkodtak, mint pártok, frakciók. Mi azt látjuk, hogy nagyon sok minden elválaszt minket a gondolkodásban. Ilyen szempontból egy nagyon érdekes időszak zajlik most a magyar politikában, ezt nem akarom megkerülni. Azt látjuk, hogy a szavazók közül is nagyon sokan bizonytalanak lettek abban, hogy egyáltalán képviseli még az ő pártjuk, a korábbi választott pártjuk azokat az értékeket, amelyekért ők odaszavaztak. Én azt tudom mondani, hogy az LMP-ben nagyon is vannak baloldali értékek, és ezek az értékek ezek nem tegnap kerültek be az agendánkba, hanem az alapításkor. Mert hogy meggyőződésem, hogy az, hogy igazságos társadalmat akarunk, hogy szolidárisak vagyunk egymással, ezek a kérdések, ezek olyan alapkérdések, amelyek a 21. században komplett országokat fognak tudni megmenteni a szétszakadástól, az olyan belső konfliktusoktól, amire nincsen szükség. Magyarországon egyre többen úgy harmóniára vágynak, békére, hogy hagyjanak már minket egy kicsit az unokánkkal foglalkozni, a gyerekeinkkel, a munkánkat végezni, a kertemet művelni. Szóval olyan alapvető dolgokat szeretnék a magyar emberek, amiket én azt látom, hogy nagyon sok harcos politikus, beleértve a miniszterelnököt is, ez nem hagy. Mindenképpen konfliktust akarnak, háborút akarnak. Mi egy olyan ígéretet tudunk letenni az asztalra, ami arról szól, hogy úgy alakítjuk át a mostani működést, hogy az ezeknek a családoknak, ezeknek az embereknek fogja az érdekét szolgálni, és nem attól lesz hangos a politika, nem attól lesz hangos a mindennapi élet, hogy a politikában éppen milyen konfliktusok zajlanak, hanem sokkal inkább attól, hogy ők mit szeretnének tőlünk, hogy mi azt meg tudjuk csinálni úgy, ahogy nekik jó. És mi történik a külföldre távozott fiatalokkal, akár akik munkavállalás révén vannak ki, vagy tanulnak, őket hogyan szeretnék bevonni, vagy akár szavazásra buzdítani, mi erre az elképzelés? Csináltunk kettő kutatást, a Retour kutatás volt a neve, ugye a neve is egy jelképes ennek a kutatásnak, a Retour az azt jelenti, hogy oda-vissza jegy, tehát hogy nem csak kimennek ezek az emberek, hanem mi vissza is várjuk őket. És azt kérdeztük tőlük, hogy miért mentek el, és milyen országot kell ahhoz teremtenünk, hogy hazajöjjenek. És nekem az volt megdöbbentő, ezek nem most, ezek évekkel korábban készültek ezek a kutatások, de nekem az volt megdöbbentő, hogy mennyire sok olyan érzés és keserűség volt ezekben a válaszokban, ami azt gondolom, hogy kimondásra kellett, hogy kerüljön. És ezek nagyon hosszú kérdőívek lettek, amiket nekünk visszaküldtek, és nekem nagyon szomorú volt azt olvasni, hogy ez az ország kvázi nem tudott otthont adni ezeknek az embereknek, holott sok mindent nem akartak, nyugodtan akartak egy vállalkozást csinálni. Vagy egyedül maradt egy édesanyja a gyermekével, és szerette volna bölcsödébe adni, ő mellette dolgozni tudjon. Hát ez a legmegrázóbb dolgok egyike, hogy egyre több gyermekét egyedül nevelő édesanyja megy ki külföldre, mert itthon se a bölcsödét nem tudja elintézni, vagy óvodát, mellette meg nem tud annyit keresni, hogy egyedül megoldja, ki tudja, hogy kap tartásdíjat, vagy ha kap, mennyit kap. Kint pedig most már komplett magyar kolóniák vannak, és ott valahogy jut bölcsöde, jut óvoda, és mellette még munkája is van. Szóval itt komplett, és úgy szokták mondani, a legjobb szülőképes korú nőknek most már 9-10% a külföldön van. Ez egy demográfiai katasztrófa Magyarország számára. Amit mi kínálni tudunk, az egyrészt egy élhető ország, a megújuló Magyarország az egy jó hely. Vannak bérek, rendes bérek, működő egészségügy, oktatás, és a korrupciót pedig kíméletlenül visszavágjuk, mert hogy az egésznek a finanszírozhatósága az ettől fog függeni. És ezért kell, hogy Hadházi Ákos társelnököm azt a korrupciós 12 pontot, amit mi letettünk az asztalra, az végig tudja csinálni, annak érdekében, hogy a közös pénz az tényleg közös pénz legyen. És ezért ugye én voltam kint Londonban is, találkoztam kinti magyarokkal, most megyek ki Brüsszelbe, a kinti magyarokkal fogok ott is találkozni. Én alapvetően azt látom, hogy ezeknek az embereknek a szíve még mindig erőteljesen dobog a hazáért, Magyarországért. A kutatásunk alapján azt láttuk, hogy a felük körülbelül kész lenne visszajönni Magyarországra, ha minimálisan jobb irányba mennének itthon a dolgok. És ez nagyon furcsa, hogy nekem úgy tűnik, hogy sok politikus nincsen tisztában azzal, hogy mi az, hogy minimálisan jól menjenek a dolgok. Rengeteg ápoló és orvos megy el az országból, és nekem úgy tűnik, hogy fogalmuk sincsen arról, hogy milyen kevés kellene ahhoz, hogy ezek az emberek itthon maradjanak. Mert hogy nem arról van szó, amit a miniszterelnök mond, hogy ezek az emberek milyen sok pénzt utalnak haza, és hogy ez mennyire kell a nemzetgazdaságnak. Nem arról van szó, hogy itt
ilyen romantikus okokból mennének el az emberek, mert hogy kint jobb, mint itthon, hanem ez szomorú kényszerűség. Tehát ez egy olyan helyzet, amelyen változtatnunk kell, különben ez az ország, ez egy roncsövezet lesz az Európai Unióban, amelyet gyakorlatilag nem képes megtartani azokat az embereket, akik meg nagyon is szeretnének itt lenni. És itt azért egy distinkciót kell húzni, aközött, hogy valaki mondjuk kimegy egy-két fél évre tanulni, vagy akár egy szemeszterre, vagy 2-3 évre, és utána itthon szeretne letelepedni, meg azok között, akik kényszerből mennek el. És én azt látom, hogy például az oktatáson azért is kell fejlesztenünk, mert mérnökök írják nekem, fiatal mérnökök, hogy ők azért mennek el Németországba tanulni, mert ők megújuló rendszereket akarnak fejleszteni. Ők nem atomerőműben akarnak dolgozni. Őket az nem inspirálja, az a múlt zenéje, nem kell. Ők azon szeretnék dolgozni, hogy hogyan lehet a megújulóknak a térnyerését biztosítani, különböző azokkal kapcsolatos innovációkat, hogyan lehet kifejleszteni. Hát természetesen a fiatalokat az új vonza, a kihívás. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak ezt kell megadni az állampolgároknak, fiataloknak és kevésbé fiataloknak egyaránt. Ugye ön két kislánynak az édesanyja, a miniszterelnöknek megválasztják, mi lenne az első olyan intézkedés, ami éppen a családanyák érdekébe történne, vagy születne meg? Több minden eszembe jutott, hát az egyszülős programunkat azt mindenképpen végrehajtanánk, minden ötödik család jelenleg egyszülős Magyarországon, 90%-ban édesanyák maradnak ilyen helyzetben, és azt gondolom, hogy segítenünk kell, mert ott két vára nehezedő terhet pakolnak rá hirtelen egy várra, és én tudom, hogy nagyon sok nőtársam van nagyon nehéz helyzetben, és próbál helytállni emberfeletti erőfeszítésekkel. A tartásdíjaktól elkezdve a bölcsődébe való bejutáson át nagyon sok mindent kell itt rendezni, ezt kétszer be is nyújtottam a parlamentbe törvényjavaslat csomagként, kormányon meg is fogom tudni csinálni. A másik pedig a családi adókedvezmények rendszere, alapvetően jó a filozófiája ennek a programnak, viszont nagyon fontos lenne, hogy már az egyermekesek is bőven profitáljanak ebből. Ez Magyarországon a mostani rendszerre nincs sok szakmai magyarázat, ugyanis még mindig a második gyermekért küzdünk, tehát én alapvetően abban szeretném segíteni a családokat, hogy először egy gyermekük legyen, utána a kettő, és utána a harmadik, és nem pedig úgy nézzen ki a történet, hogy két gyerek után kezd el hirtelen felpörögni ez a támogatási rendszer, de a legritkább esetben születik három gyermek egyszerre, vagy ikrek is azért kisebb számban jönnek Magyarországon világra. Tehát én egy olyan családpolitikát szeretnék, ami alkalmazza a családi adókedvezmények rendszerét, viszont segít a második gyermekig való eljutásban is. Ön vállalna harmadik gyermeket miniszterelnökként? Én természetesen nyitott vagyok arra, hogy édesanyaként még további gyermekeket vállaljak. A férjem is azt gondolom, hogy partner ebben. Én büszke vagyok arra, hogy egy nagyon megtartó és jó családom van. Nem az a lényeg, hogy miniszterelnök vagyok, vagy nem vagyok miniszterelnök. Én azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy a családban szeressük egymást, mindahányan, akik ott vagyunk. És hogyha úgy alakul, akkor én abszolút nyitott vagyok erre, hogy ez a család nőjön, még több gyermekünk legyen. De alapvetően az én feladatom az, hogy mindenki ebben az országban, hogyha gyermeket szeretne, az tudja vállalni azt a gyermeket. Most én inkább azt látom, hogy nagyon sokan kényszerűségből nem tudnak vagy édesanyává válni, vagy többedik gyermeket vállalni, és ezeknek az okoknak egy jelentős része ez összefügg az egzisztenciális helyzettel, a munkaerőpiaccal, azzal a fajta biztonságélménnyel, ami kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen hosszú távú döntést meghozzon, hogy szülővé válik, vagy több gyermeket vállal. Volt olyan édesanyja, aki nekem azt mondta, hogy azért nem vállal a második gyermeket, mert ő úgy látja, hogy a mostani anyagi körülmények között egy gyermeket fel tud tisztességgel nevelni, de hogyha még egy lenne, neki már nem biztos, hogy tudná ezt biztosítani, és neki az hatalmas fájdalom lenne, hogy egy gyermeknek meg tudja adni, vagy a másodiknak meg nem. Nem, tehát a szülővé válás az egy hosszú távú döntés. Én azt gondolom, hogy ideje lenne úgy elkezdeni a politikusoknak gondolkodni, hogy vannak dolgok, amik nem 4 évben mérhetőek, hanem tényleg egy nemzeti minimum van arra vonatkozóan, hogy bárki kerüljön is kormányra, nem nyúl azokhoz a vívmányokhoz hozzá. Ezért is tartottam fontosnak elmondani azt, hogy a családi adókedvezményrendszerét mi egyáltalán nem dobnánk ki az ablakon, sőt, igazából továbbfejlesztenénk. És még egy kérdés, ugye az LMP szempontjából nagyon fontos, hogy elérhető legyen akár itt Csornán, Rába közben, kisebb településeken. Hogyan lehet elérni, kit lehet keresni, akár aki érdeklődik a program iránt, hol találja meg. Ezzel kapcsolatban néhány gondolat még. Az LMP-nek a központi honlapja az a www.lmp.hu elnevezésű oldal, illetve a legnépszerűbb közösségi oldalakon is fönt vagyunk, LMP Rába köznéven a Facebookon. Mindenkit szeretettel várunk, nagyon gyorsan reagálni fogunk arra, ha valaki ír nekünk. Illetve nekem is van egy Facebook oldalom, Szél Bernadett néven található meg. Ha valaki odaír, akkor én is őt segítek úgymond kapcsolatba hozni azokkal, akiknek a társaságát keresi. Mert nagyon sokan vannak, akik például valamilyen szakmai programban szeretnének hozzá
kötődni, de van, aki aktivista szeretne lenni, bárhol ránk írnak, akár a központi oldalunkon, akár a Facebookon, meg fogják találni azt az embert, aki segít abban, hogy hozzánk közel kerüljön, és mindenkit szeretettel várunk. Mi az NMP egy nyitott párt vagyunk,